Szóval az, hogy srácok, én egyszerűen, és ebben a videóban ő ugye a Speedtest sorozatnak a második része. Ugye, és ebbe egy példát hoztam nektek, ami Adamé, de viszont Adam nincs itt velem teljesen, szóval ezt így most egyedül fogom bemutatni, szóval a kocsi nem az enyém, de vagy azt, hogy értek, hogy én ilyen gazdag vagyok. Ez az Adamé, ugye. És ugye tudni kell a kocsiról, hogy kinyílik a hátsó spoiler, hogyha 200 felett mész, vagy pedig megnyomod a 0-et, ami kurva jól néz ki. 5 darab Venom van benne és 3 darab verseny, meg talán van benne. Na és ilyenkor wake-up-olnak. Szerintem ez LSD ajtó benne, de lehet, hogy ez alapból így van. Fogalmam sincs. És akkor a gyorsulás az kurva jó. Ez tényleg nagyon jó gyors a kocsi. De viszont a végsebességre szerintem mehetne egy kicsit többet. De hát akkor nézzük is. Szerintem ez összkerekes, ugye? Igen, ez összkerekes. És akkor nézzük. 3, 2, 1. Igazából már 200-on is vagyunk, és láthatjátok, hogy nyílik kifele a spoiler, és lassan elérik a végsebességet, ami 315, amit én nagyon sajnálok, de amúgy irányíthatósága nagyon jó, tényleg 315-nél is beveszek vele egy kanyart, úgyhogy nem csúszik meg, meg nem remeg meg a kocsi. Na tényleg nézzétek, kanyarogok vele, és egyszerűen nem csúszik ki a Verda, rohadt jó. Ennek a handlingje olyan, mint egy C7-t szerintem, nagyon jó, az is ilyen jól irányítható nagy sebességnél. És igazából a kocsiról annyit tudok elmondani, hogy árba szerintem megéri, hogyha akartok egy ilyen kocsit, mert ő nem is tudom, 3 millió meg 4 millió között mozog, és szerintem kurvára megéri az árát, ahhoz képest bőven fasz a kocsi. Még egy speedtestet tolunk oda-vissza. És ja, igazából én nem tudom, szívesen elfogadnék egyet, sőt lehet, hogy be is ruházok egyre, eladom a szemetemet, ez még nem biztos, majd kiderül. És ja, Adamnek köszönöm minden is videóból a kocsit, sőt Adamnek a kocsai párszor még benne lesznek a videóban, mert neki van egy pár kocsi, amit lehet tesztelni, és ja, köszönöm Adamnek, és akkor srácok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Sziasztok!